Lesznai Anna, akivel elős lelki és pályaképbeli rokonságot érzek, persze az est folyamán már megidéztük, még megidézzük. A legendás Nyugatnak volt festője, iparművésze, írója, gondolkodója. Magam a 21. században vállalok hasonló tevékenységet, persze mások az idők, más a kultúra szerepe a mi világunkban mégis. A Nyugat plusz hátoldalán fordulok Önökhöz, évszakról évszakra, üzenek a képeimmel, a belső lelki tájaimmal, mert hiszem, fontos a vers, az írott szó, a művészet szeretete és értése. Adi ezekkel a szavakkal jellemzi a Nyugat és a vasárnapi kör, a nyolcak társaságának tiszteletbeli tagját, Moskovic Amáliát. Itt a bátor asszony, kinél a bátorság nem új kalap, nem hisztéria, nem furcsa parfüm, nem kedvrohasztó férfiaskodás. Embersége, emberi bátorsága egy asszonynak, aki már nem csak úgy csinálja, de úgy is érzi az életet, a maga asszonyi ereje szerint, mint mi. Lesznai így val művészi hozzáállásáról. Egész életemben nem akartam mást, mint nem férfi művészetet adni. Az asszony ne akarjon jobbat csinálni, hanem mást. Ebben a másban valóban, mondhatjuk úgy is, katonás tömörséggel van benne a lényeg, mert a művész önmagát kell adja, másképpen hiteltelen lesz. Ha pedig nő, nem vehet föl hamis szerepeket, nem utánozhat, nem imitálhat olyat, ami nem személyes lényege. Szerencsére azonban nem vagyunk egyformák, mi nők, így szerepeink megélése sokféle, élményeink mások, másféle virágok vagyunk, ahogy Lesznai munkáin is annyiféle szerepel, és van olyan is, ami Adihoz illő férfi szerepet kifejező. Engedjék most meg, hogy néhány kettőnkben közös vonással egymásra vonatkoztassam a 20-21. Század női művészeti viszonyulását, hitvallását, azokat az élményköröket, jellemzőket, melyek szerintem, szerinte fontosak, nélkülözhetetlenek az alkotói hozzáállás terén. Átlényegülés, ezt a címet választottam 2017-es kiállításomnak, mielőtt az itt szereplő képei megszülettek, az idő kérdése foglalkoztatott, közben 500 éves lettem. Olyan jelenségeket, elsősorban tájakat, romokat festettem, melyek puszta szemlélésükön, egyszeri látványukon túlmutatnak, s így a bennünk vagy általunk megélt idő impressziójává válnak. Lesznai a magyar népművészet tanulmányozása után alakította ki szecessziós formanyelvét, magam szövés-hímzés szakot is végeztem, népírpa művészként tevékenykedtem sok-sok évig, mondják is a képeimre, hogy textilszerűek. A hímzésein használt motivumai, virágok, tájelemek színei az élet éltetői. Mozgalmassága, ornamentikája, melegséget, életszeretetet, dinamikát tükröz. Ő fonalban használ komplementer színeket, én különböző festékekkel teszem ugyanezt, hisz az élet ellentmondások sorozata. Hímzései közül a kedvencem az Adi párna, mert hiába a fekete szén használata a vázán, az azt körbefogó virágok feloldják a tragédiát, mozgalmasságuk a létezést éljezi, lélek és forma egymást támogatja, s elképzelem, hogy a beteg, nyugtalan költő ezen pihen meg.